Virginia végtelen mezői, dohánymezők, a legjobb dohányok és erős fickók, akik begyűjtik ezeket a cigarettájuk számára. Mikor önök megveszik a csomagot, önök biztosak abban, hogy mindez ökológiailag tiszta termék. De mindez hazugság. Az ilyen dohány szinte nincs a cigarettában, de azért van ez. Kék hordók, maroly folyadékkal, benne pedig több mint 400 féle vegyszer, ami megengedi az iparnak lecsökkenteni egy csomagot gyakorlatilag 1 centig, és ezzel rászedni a fél világot. Ezzel itatják át az egyszerű papírt, ezután hozzáadagolnak egy kis dohányipari hulladékot, becsomagolják és szétrakják dobozokba. 2000-ben a Brit Királyi Egyetem közzétették a jelentést, melynek neve miért kell elismerni a nikotint drognak. Ilyen a jelentés sokkoló igazsága. A cigarettába adagolnak spéciszereket, melyek nem gyengítik, de erősítik a nikotin hatását és a dohányos függőségét. Vajon miféle szerek ezek? Húgyanyag. A cigarettabiznisz afroditéja nem egészen a tenger habjaiból jött elő. Tehén húggyal kezdték átítatni a cigarettát még az 50-es években. A húgy hozzáadagolása lúgosítja a dohányfüstöt, eredményképp a nikotin jóval hamarabb szívódik fel, és kerül az agyba, és kifejti a maga összeadós hatását. Összeadós hatás. Ez a fogyasztó rászokása a termékre. Mától ez gyakorlatilag villámgyorsan történt meg. Sergei Ostroukhov az oroszországi dohányipar egyetlen dolgozója, ki elmondta, mi van valójában a cigaretta belsejében, és mit nem ír fel a gyártó soha a csomagon. A legyártott cigiben jelen van 470 vegyi elem beszámítva a faszgent, a gyártók hivatalos belső információjának megfelelően, nem beszélve már a nagyon nehéz, toxikus anyagokról, melyek végül is jelen vannak minden egyes cigarettában. Kezünkbe került ez a lista, amit alig ha publikálnak valamikor. Ebben bonyolult kémiai anyagok vannak, melyek használva vannak a cigaretta gyártásnál. Mindegyik közülük a saját funkcióját végzi. Az ammónia elősegíti a cigi ne aludjon be, és a nikotin is hamarabb szívódjon fel a vérbe. Van benne benzol, formaldehidek. Ezen a listán jelen van majdnem 30 különösen veszélyes az egészségre adalék, hozzá még harci mérgező szerek is. Most nekünk tudnunk kell azt, hogy a cigiben a dohány, ez nem más, mint a kanauc, mely át van itatva a vegyszerekkel az íz megteremtéséhez és az illúzióhoz, hogy te szívod a dohányt. Ezek a hordók, melyeket lefilmeztünk az egyik dohánygyárban, rögtön a filmezés után bekerülnek az üzembe. Most kimondottan a vegyszerek felelnek a cigi ízéért. Ezek cserélték fel a dohányt és megengedték a cigi árát lecsökkenteni majdnem nullára. Arra az pillanatra, mikor engem már onnan nyíltan szorítottak kifele, elbocsátottak, be voltak vezetve a BAT technológiák, amerikai technológiák, a cigaretta ára az elbocsátásom pillanatára, megközelítette ennek az 1000 ciginek, megközelítette az 1 dollárt. Ez egy páratlan felvétel. Az egyik dohány vállalat igazgatója beleegyezett megmutatni nekünk a szentek szentjét, az úgynevezett Primata nyersanyag előkészítő vonalat, mielőtt az bekerült az önök cigarettájába. Nem is 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt ezt kidobták, mivel nem volt technológia feldolgozására. A dohánygyár igazgatója beszél az úgynevezett kirobbant főéről. Még egy titok, hogyan spórolnak a dohányiparosok. Mikor ők megértették, hogy a termelésben még a hulladékot is fel tudják használni, az ipar számára megkezdődött az új korszak. Hosszú ideig a dohánylevélnek a cigaretta gyártásban csak egy része volt felhasználva. A levél nagyobb része, pedig az úgynevezett főér, a levél keményebb része bekerült a hulladékba, és a hulladékok eléggé mérgezőek, és ezért ezeket hasznosítani nehéz volt, és a dohánygyártó cégnek veszteségei voltak. Gondolva arra, mit lehetne kezdeni ezzel a fővérrel, különböző kísérleteket végezve odáig jutottak, hogy be lehet darálni, bepréselni, azt az autóklába átgőzölni, aztán hirtelen lecsökkentve a nyomást a fővér kirobbant, és ez az úgynevezett kirobbant fővér be lett darálva és adagolva a dohányhoz. Már csak egy probléma maradt, az ilyen termék teljesen íztelen és erőtlen. Ezt megoldják közismert vegyszer adalékokkal. Megint csak az a legfontosabb, hogy megőrizzük a cigaretta ízét. Ez a dob, hol a nedvesítés történik, és hozzá adagolódik a rengeteg aroma.
Próbáljuk meg felmérni a cigaretta tartalmát. Ha jó megfigyelni azt, amit sokan dohánylevélnek vélnek, a csekély mennyiségű dohány és az úgynevezett kirobbant főér között ámulattal láthatunk darabokra vágott barna színű papírt. Még egy titkos alkotó elem, a takarékosság csúcsa. A cigaretta üzemekben ezt úgy nevezik újjállakított dohány. Ez mindig felvágva jött, és nyilvánvaló volt, hogy ez nem más, mint por, amit mindig újra hasznosítottak ragacsos masszára rakva. A dohányiparban tehetséges emberek dolgoznak, ez egyértelmű, kitalálták az újrahasznosítási módját ennek az ipari salakpornak. Ők ezt beszállítják az üzembe, ott ezt az ipari salakot és port hosszú ideig főzik dézsákba, kása lesz belőle, amit megszárítanak, és lesz belőle olyan papírmasé, valami hasonló a papírmaséhoz, és főzet, amit ők dohánylikőrnek neveznek. A probléma az, hogy ebbe a papírmaséba, ami létrejön a folyamatok következtében, nagyon sok nikotin kátrány jön valójában létre, és minden nikotin kátrány ebben az oldatban van, így ezt a papírmasét nedvesítve likőrrel, főzettel és hozzáadagolva, mindenféle vegyi aromát, melyeket az összetételét senki nem tudja, mivel Németországból jönnek, lehet szabályozni a nikotin és kátrány tartalmát, bármit írva a cigaretta csomagján. A legjobban az olcsó papírra hasonlít nagyon kellemetlen vegyszeres szaggal. Ez az alapja annak, hogy kis idő múlva a dohányos meggyújtja és élvezettel tüdejébe szívja dohánynak vélve ezt. Így jelentek meg az üzletekben a könnyű cigaretták. A könnyű cigaretták csak azzal különböznek az átlagostól, hogy könnyebbek súlyban és gyártva vannak a dohányipar hulladékából, a kirobbant levélfő eréből. A könnyű cigi egyik változata az ártalmatlan cigaretták eszméjének, amit a dohányipar számára találtak ki a PR szakemberek még a 60-as években. Akkor jelent meg a cigikben a papírfilter, aztán filter szintetikus műrostból, aztán megjelentek a csomagokon feliratok a nikotin és kátrány tartalmáról. Mindezeket az újításokat egy dolog egyesítette, ahhoz, hogy abba hagyja a dohányzást a fogyasztó, választotta mintha ártalmatlanabb cigarettát, a dohányvállalatok pedig máig is bezsebelik a hasznot. Sem a cigarettafilterek, sem a kátrány és nikotin csökkentése a cigiben nem csökkentik a megbetegedések kockázatát, nem csökkentik a függőséget, ami erősödik a dohányzástól. Ez egy sikeres marketing lépés. Kínálok önnek valamivel biztonságosabb terméket, hogy többet fizessen érte. Még egy zseniális csodája a dohányiparnak. Bármelyik termék, bármelyik csomagján önök megtalálják a leírást, miből készült, egy kivételével, a cigarettának. A vegyszerek és hozzávalók hosszú listája fel van cserélve egy szóval. A szituáció annyira rossz és annyira komolyan szörnyű, hogy ők igyekeznek ezt az információt nem kiadni, ezért minden benne lévő anyagot ők belefoglaltak egy szóba, kátrány.